Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban az IPV D2-es modjával fogunk megismerkedni, amit az Eagle Vapors webshop jóvoltából kaptunk meg tesztre. De mielőtt megnézzük a kamera alatt, azért megmutatom életben. Ez nem az öklöm. Ekkora a készülék. És amit ígér, az, hogy akár 75 wattot is kipréselhetünk belőle egy aksis üzemmódban. Nézzük meg először közelről, hogy kapjuk, mit tud a készülék, aztán megnézzük, hogy valóban tud-e olyan energiát kisajtolni magából, amit ígért. Ehol tehát az IPV D2 a kis csinos dobozában még. Igazából semmi nem derül ki a dobozról, csak az, hogy ez 7 és 75 watt között állítható, és figyelmeztetnek rá, hogy márpedig ez nem játék, akár csak a medve. Bontsuk ki akkor, nagyon pici a doboza egyébként. Egy ugyanolyan kártya, mint ami a IPV 4S-nél volt, és egy használati útmutató. Amit még találhatunk benne, az egy USB töltőkábel, nincsen hozzá fej, de bármilyen telefontöltő, vagy más e-cigi töltőnek a fali adaptere megfelel hozzá, hogyha éppen nem számítógépről töltjük, és azt láthatjuk, hogy ezen nem micro USB van, hanem egy ilyen régi Nokia telefontöltőféle, vagy számítógép, régi számítógép töltő csatlakozónak tűnik a dolog, és amit még láthatunk, az maga a készülék, méghozzá egy ilyen kellemes gumitapintású szilikon tokban, és itt láthatjuk alul a csatlakozóját, ahova ezt be tudjuk dugni. Ennyi a töltése. Távolítsuk el ezt a szilikont, meg innen a dobozt előlem. Kipréseljük, kinyomjuk, és aztán lehúzzuk úgy, ni. Szemrevételezés. Nagyon pici. Összehasonlításképpen itt egy provari, így talán elfér. Vagy itt van egy Scarabeus. Ennyire pici. Sőt, mellé teszek egy üveg likvidet, ekkora. Itt lefele csúsztatva tudjuk kinyitni, és akkor tárul a szemünk elé a belseje. Itt is látjuk a hologramos logót, amivel le van zárva, hogy ne lehessen szétbontani, és ott van benne az akkumulátor behelyezésére vonatkozó utasítás. Azt látjuk, hogy itt alul egy méretes nagy lemez van érintkezőgyanánt, és alatta pluszba a rugó, ami a helyén tartja az akkumulátort, illetve itt van 5 darab gázelvezető furat. Itt egy kis golyós érintkező van, ami beugrik a megfelelő helyre, hogyha összecsúsztatjuk a dobozt ebbe a vájadba, és ezt tartja a helyén. Tegyünk is bele egy elemet, és nézzük meg, hogy muzsikál. Úgy. Mi? És ez az alja, ez az alja. Szépen visszacsúsztatjuk. Nézzétek el nekem, de én most nem rakom bele vissza a tokba. Bekapcsoljuk, mert ugye így nem csinál semmit. 1, 2, 3, 4, 5 nyomás.
kiírja a készülék típusát, és azt, hogy hiányolja a kazánt róla. Tegyük akkor rá a kazánunkat, legyen mondjuk ez a érezni lehet egyébként, mert hogy ennek is rugós a középérintkezője, hogy ahogy tekerem, itt már van fogás, és innentől kezdve már a középérintkezőt toljuk szépen a helyére, de úgy rá tudjuk tekerni, hogy üljön rajta a kazán. Jelen pillanatban azt mondja, hogy 77 századom, 85, ez ugrál össze-vissza. Lejjebb is veszem picit a teljesítményt. Úgyni. És pirickázik rajta gyönyörűen. 0,78 századom. Hogyha nem ezzel akarunk játszani, hanem mondjuk rátennék egy olyan kazánt, ami nem soká tesztelve is lesz, egy Velocity kazán, ami az előzetes tesztek szerint ehhez bizony kell energy, hogy meghajtsuk, mert hogy ez 12 watton éppen, hogy csak megmozdul. Ennek kell egy ilyen 55-60 watt. Nézzük meg, hogy mit művel. 54 watton, és mekkorát érdel mondjuk az aksi. Hát azt az egy aksit azért meg tudjuk vele kínozni rendesen, de megrotyogtatja a kazánt. Ne kínozzuk szegénykét, nézzük meg, hogy mert hogy ez a legkisebb készülék is tudja a TC-t, tekerjünk rá egy TC-s kazánt, megint a száraz wattás TC-s kazánt, és nem is tekerem rá jobban, váltsuk át TC üzemmódba. 1, 2, 3, 4, 5, nem system off, hanem power mode, és átváltsuk ezt itt joule módba. Hőmérséklet, legyen Celsius, de lehetne Fahrenheit is, és a 210 fok nekem tökéletesen jó lesz itt. Ni-200-as huzal, de választhatnék titániumot is, és kilépek plusz vagy mínusz gombbal. Oké. Tegyük még, megnézzük meg, hogy ez is tudja-e a kalibrálást. A plusz és a mínuszt egyszerre megnyomom. És kalibráltuk is. 0,11 század ohm. A teljesítményt egy picit lejjebb veszem. Nézzük. No liquid. No liquid. No liquid. Tehát nem fogja szarrá égetni a kazánunkat, de leszek olyan úriember, hogy rakok erre a tekerésre méghozzá egy kis ananászt. Úgyni. Jó, ez az ananász legalább látszik a videón, hogy ott van a tekerésen. Most mit fog vajon produkálni? És szépen izzítja. Tehát szépen működik a temp kontrollunk. Meg szépen össze is likvideztük itt a felső részét. Itt azért megnézhetjük, hogy tényleg rugós-e. Tényleg rugós. Gőzöljünk vele egy kicsit, és aztán mondjuk ki a verdiktet, mi a vélemény róla, pozitívum, negatívum. Kibújtunk a kamera alól, éles lövészet.
és kicsi kontraszt hozzá egy Big Tank, ami elég betyárosan néz ki ezen a készüléken. Most direkt nem húztam rá egyébként ezt a kis szilikon védőtokot, hogy tudjam menet közben fogdosni, kiberakosgatni az aksit, de gondoljátok hozzá, hogy ez is rajta lesz. Na lássuk! 0,64 század ohm, és a kazánhoz megszokott 22 watt. Go! Hát ez bizony betyár. Jó betérdel az aksi. És váltsunk most PC üzemmódba. Kazán le. Nikkel kazán fel. 1, 2, 3, 4, 5. Átváltunk Joule módba, 210 fok, nikkel, és kész is vagyunk, 22 Joule. Rámérek azért az ellenállásra, 0,158, gyerünk! Ezzel sincs semmi gondja, azon kívül, hogy kicsit száraz a vatta, de ezen tudunk segíteni. Kész is. Baba. Na. Lássuk akkor. Pozitívum, negatívum. Negatívum. Keresek benne azért negatívot, nyugodjatok meg. Negatívum számomra, hogy igazából annyi negatívumot tudok felsorolni, hogy ugye sokan így fogják rárakni. Nem így kell. Alulról kell rácsúsztatni. Úgy lehet igazából. Hogy hát azért csak egy aksis is. Tehát, hogyha ebből tényleg azt a 75 wattot ki akarjuk szedni, ki tudjuk szedni. Semmi gond. De akkor készüljünk, hogy ez az üzemidőnk rovására fog menni, és nem fogjuk bírni kihúzni, akár csak az egy napot sem vele, sőt, hát bőven nem fogjuk tudni kihúzni vele. Fog akkor áttérdelni a akkumulátorunk, hogy ki fog kapcsolni a készülék annak előtte, mielőtt mi ezt mély merülésbe vinnénk. Ez pozitívum viszont, hogy védi az aksinkat. És áttérnék a pozitívumra, abból sokkal több van. Nagyon kompakt, nagyon pici, egy drip kazánnal, vagy egy bármi más emberméretű kazánnal, ami nem mondjuk a Big Tank, azzal borzasztó aranyosan tud kinézni, nagyon zsebbarát, nagyon kézbarát. A középérintkezőjével itt sem kellett szórakoznom, hiszen ennek is rugós csatlakozója van, beáll a kazánhoz. Az elektronikájával probléma nem volt, és tökéletesen kezelte a nikkel húzalt is, és mindjárt megnézem, hogy igen, ezt visszaállítottam. Tehát attól független, hogy ilyen pici, hogy egy aksis, meg minden egyéb ilyen, akár hátránynak is felsorolható dolgot elmondhatnék róla,
ez bizony kezeli a kantált, kezeli, hát az SS-t persze, hogy kezeli, hiszen azzal tud dolgozni sima varivat üzemmódban, de kezeli a Ni-200-at, kezeli a titánium húzalt, és nem égeti vele a vattát. Ami pozitívum, az például ez, amit más forgalmazónál én nem láttam az alaptartozék részeként, tehát ez a kis zacsi, amibe bele tudjuk húzni a készülékünket, és megvédhetjük ezáltal a mechanikai sérülésektől. Ez a kis zacsi is alapból jár hozzá, és megigazgatom kicsit rajta, úgy, és tökéletesen végzi a dolgát, nem kell azzal foglalkoznunk, hogy éppen hogy tartjuk, hogy nem tartjuk, ez mindig meg fogja védeni a karcolódástól a modkészülékünket. Pozitívum ugye, hogy rövidzár elleni védelem is van benne, fordított polaritás elleni védelem, gázelvezető furat. A csatlakozója ugyan nem a szabvány, és nem tudom mi a neve ennek, mikro USB, vagy mi a szent túró, mert nem nagyon használok ilyen töltőket. Ennek egy régi típusú, mint a régi Nokia telefonokban olyan típusú töltője van. Apró negatívum lehet, de hát ekkora méretbe suvasszon be az ember még egy töltőt is, hozzá egy fali adaptert, de itt van hozzá ez a kis töltőkábel, aminek nincsen adaptere, tehát ezt alapesetben csak a számítógépre tudjuk dugni, és így tudjuk tölteni, de szerintem akinek van bármilyen telefonja, androidos vagy Apple, az a szabványfali töltővel bőven biztonságosan fogja tudni tölteni ezt a kis készüléket. Nagyjából ennyit tudtam volna elmondani róla. Szerintem ez egyébként bőven pariban van az iStick-nek a 40 wattos ugyanilyen méretű kis pici készülékétől, és nagyon jól mutat rajta akár 22, akár 23 milliméteres kazán átmérő is, ezért nem akartam én rádugni. Hát ez tény, hogy egy ekkora kazán elég bután néz ki rajta, de mondjuk egy drip kazán, vagy valami más, akár vatelines patron, akár egy GS2, vagy egy sima GS tökéletesen fog állni ezen a kis készüléken, és ugye kitolja magából a 75 wattot, de ha nem azon használjuk, csak 20, 22, 25 watton, akkor is bőven ellátja azt a funkciót, ami miatt megveszi az ember. És mondom még egyszer, tehát ez egy olyan készülék, hogy még akár a kesztyűtartóban is elfér, és ez egy ilyen biztonsági második készüléknek is megfelel azoknak, akik egyébként egy másik készülékkel rohangásznak, ami mondjuk nem ilyen pici, de ez mindig kéznél van, mindig zsebben van, ezt tökéletesen lehet akár még farmer zsebben is hordani. Ennyit szerettem volna elmondani az IPVD2-ről, hogyha szeretnétek megvásárolni, akkor irány az Eagle Vapors weboldala, ott látjátok a pontos napi árakat és a raktárkészletet. Bátran ajánlom inkább csajoknak, de természetesen ez nem zárja ki azt, hogy akár urak is megveszik és boldogan használják ezt a készülékükhöz, hisz, mint tudjuk, 100 watt alatt is van élet. Remélem tudtam segíteni a videómmal. Sziasztok!